Hétfőtől nem futó verseny, hanem a folytatódó útfelújítások miatt lesz őrület a fővárosi utakon. amióta az összes nagy beruházást sikerült egy időre időzíteni, idegörlő az autózás Budapesten. De a nemzetközi összehasonlításban még mindig jól állunk. Egy friss felmérésből kiderül, hogy hol a legnagyobbak a dugók. Minden napos jelenet a 27 milliós Jakartában, és nem csak a reggeli vagy a délutáni csúcsforgalom idején. A város szinte áll, a rengeteg autó és motor miatt csak lépésben lehet haladni. Az óránkénti átlagsebesség 19 km. Egy nemrégiben készült felmérésben azt vizsgálták, hogy a világ 78 nagyvárosának közlekedésében milyen gyakran kell megállni, majd újraindulni az autósoknak. Ez a szám több mint 33 ezer az indonész fővárosban, vagyis évente átlagosan ennyiszer kénytelen leállni egy-egy dzsakartai -egy sofőr a dugókban. Ezzel kétszer gyakrabban kényszerül fékezésre, mint egy New Yorki autós. Ha megnézzük a tíz legforgalmasabb metropoliszt, akkor Jakartát, Istanbul Isztambul és Mexikóváros követi. Majd jönnek az orosz nagyvárosok, de érdekes módon nem szerepel a lista élén például Los Angeles vagy New York. A legjobban járható települések tízes listáját egy finn város vezeti, majd a hollandiai Rotterdam következik, és meglepő módon a harmadik helyen Pozsony jön. A táblázatban egyébként két szlovák és egy cseh város is helyet kapott. Azt viszont nem tudni, hogy a budapesti dugókat mértéke ebben a kutatásban.